A most következő anyagot rögtön egy helyesbítéssel kezdeném, ami nem is az tulajdonképpen, csak egy fontos információ. Ugyanis két sorozatos elkövető is kiérdemelte az évek során a Kameleon nevet: Terry Pedder Rasmussen és Stephen Peter Morin. Ebben az epizódban Stephen Peter Morinról lesz szó. És amit még előjáróban elmondanék, hogy ez most inkább egy hanganyag lesz, lévén nagyon kevés képet találtam. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára és értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Számos videó, podcast, cikk született már sorozatgyilkosokról sorozatgyilkosnak azt nevezzük, aki három vagy attól több gyilkosságot követett el egymástól időben függetlenül. Tehát nem összekeverendő az ámokfutóval, tömeggyilkossal, aki ugyanúgy három vagy több emberi életet oltott ki, de egy időben, egy helyen. Most, hogy átvettük a fogalmakat, beszéljünk a kaméleonról, Steven Morinról, akit több mint 30 ember meggyilkolásával gyanúsítanak, de a nevét nagyon kevesen ismerik. Steven Peter Morin 1951. február 19-én született a Rhode Island állambeli Providence-ben. Korán hagyta az iskolát, és igen hamar kapcsolatba került a tiltott tudatmódosító szerekkel, és ezzel együtt, vagy ettől függetlenül, de többször is meggyűlt a baja a törvények betartásával. A bűnözői életbe igen hamar belekóstolt, ugyanis alig volt 15 éves, amikor Floridában letartóztatták, mert ellopott egy autót ezért a cselekedetéért kapásból két év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki rá. De nem tanult ebből, ugyanis nem sokkal szabadlábra helyezését követően 1972-ben ismét eltulajdonított egy személygépjárművet, ráadásul LSD-t is találtak nála. Ekkor viszont nem ültették le, öt év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 1976-ban San Franciscóba költözött és szerelőként vállalt munkát. Nevét a Kaméleont onnan kapta, hogy folyamatosan változtatta külső megjelenését. Ebben az évben ismét összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, és kábítószer birtoklásra utaló nyomokat, pontosabban egy fecskendőt találtak nála, és amiért ellenállt a rendőr intézkedésnek, letartóztatták. Ekkor viszont kiderült, hogy hamis személyazonosságot használt, ami miatt ismételten egy év próbaidőre ítélték. Az erőszakos bűncselekményeket elkövetőkre, különösen a sorozatgyilkosokra igaz az, hogy általában kisebb bűncselekmények elkövetésével kezdik, akár állatkínzással, jelen esetben a kocsilopással, majd egyre erőszakosabbá válnak, ami egészen a gyilkosságig vezet, sorozatgyilkosok esetében pedig nem is állnak meg egy alkalomnál. Ha nem is igaz ez minden gyilkosra, sorozatgyilkosra, a kaméleonra, Steven Morinra mindenképpen. Ugyanis szintén 1976-ban, szeptemberben elrabolt egy 14 éves lányt, akit megerőszakolt és megkínzott. Ekkor felkerült az FBI legkeresettebb bűnözői listájára. Morin a nevadai Las Vegasba költözött Robert Islandál néven. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, egy Sylvia nevű tanárnővel. Miközben Szilvia családját meglátogatta Connecticutban, Morin a Yale Egyetem könyvtárában töltötte az idejét, hogy gyászjelentésekben hozzá hasonló korú és megjelenésű férfiak után kutasson. Miután megtalálta a számára legszimpatikusabb személyazonosságot, Robert Genorózóét, megszerezte a születési kivonatát, azt tervezte, hogy egy későbbi időpontra hamis személyazonosság létrehozásának érdekében megőrzi. Nem sokkal ezután a kaliforniai Pleasantonban letartóztatták, mert egy vita közben fegyvert rántott két férfira. Morin egy másik álnevet adott meg az intézkedő rendőröknek, akik ezt be is vették, ugyanis a tárgyalásig 500 dolláros óvadék fejében szabadlábra helyezték. Itt megjegyezném, hogy a 70-es évek végéről van szó, amikor még nem voltak olyan kiforrottak a különféle elektronikus bűnügyi adatbázisok. Tehát nem feltétlenül a rendőrök nagy hibájának tudható be ez. Ne feledjük, hogy autólopással kezdte, majd egy fiatal lányt elrabolt, megerőszakolt, majd megkínzott. De egyelőre nem akadtak a nyomára. 1980. januárjában ismét lecsapott, de ezúttal a végsőkig elment. Elrabolta a 19 éves Susan Beloyét, akinek sokáig nem akadtak a nyomára. Hónapokkal később találtak egy azonosítatlan női holttestet, akiről az azonosítás során kiderült, hogy az elrabolt lány volt az. Ezután a kaméleon egy Cheryl Daniels nevű nővel kezdett randevúzni Andrew Island néven. A nő holttestét 1980. decemberében találták meg a jutai sivatagban. A Kameleon agyonlőtte június környékén. Morin ezután Sheryl egyik barátját, Sarah Pizunt a munkahelyén egy benzinkúton cserkészte be. Számtalan személyazonossága és álcája miatt Szárának fogalma sem volt arról, hogy az a látszólag barátságos férfi, akit Robert generózóként ismert, ugyanaz a férfi, akivel a barátnője randevúzott, amikor eltűnt. De Szára egy idő után sértő üzeneteket kapott, és egyre jobban frusztrált a dolog fenyegetve, zaklatva érezte magát. És amikor kiderült, hogy a kezdetben kedvesnek, rendesnek tűnő férfi, generózó a zaklató, a rendőrséghez fordult. Sara azonosította is generózót az egyik fotón, aki nem volt más, mint Steven Morin. Ebben az a legmeghökkentőbb, hogy ugyancsak egy fotóban vélte felfedezni Szára a támadóját, viszont mindegyik képen Steven Morin szerepelt, csak épp mindegyiken különböző áruhában. Steven Morinnak számtalan álcájai személyazonossága volt az évek során, néhányat meg is fogok belőlük nevezni. 1980. decemberében Steven elhidegült feleségétől, Szilviától, és ezt el is mondta neki, valamint azt, hogy elhagyja Las vegas -t. Azt viszont már nem mondta el neki, hová megy, de a feltételezések szerint havaira. De ezután is rendszeresen hívta Szilviát, és afelől érdeklődött, hogy a rendőrség előrébb jutotta a gyilkossági ügyekben. Egyébként nem túl tiszta maga az idővonal, tehát az, hogy bizonyos események hogyan és mikor követték egymást. De az biztos, hogy valamikor Marin visszatért Amerikába. Louisianában dolgozott gépészként, majd elutazott a New York állambeli Buffalo-ba is, ahol megismerkedett Rita Javierrel. A nő tulajdonában volt egy antikvárium, amelyet Morin úszolására eladott, és egy furgont vagy lakókocsiszerűséget vásároltak a pénz egy részéből, hogy körbeutazhassák a világot. Az utazást meg is kezdték, és megálltak Denverben, hogy meglátogassák Rita családját. De végül itt ragadtak Denverben, és Morin festőként dolgozott tovább. Ahogy sejteni lehet, Steven Morin itt sem bár túl soká, ugyanis 1981 őszén megölt az akkor 23 éves Sheila Valent. A pár hamarosan elhagyta Kolorádót, és Texasba indult. Útban úticieljük felé Morin ismét támadásba lendült, és ezúttal egy 21 éves fiatal nő, Jana Bruce volt az áldozat, akinek holtestét hónapokkal később találták meg. Rita egyre föltékenyebb lett, látva, hogy Morin más nőket sem vett meg, ezért végül elhagyta a férfit. Elmondása szerint semmit nem tudott a gyilkosságokról, és a ráadásul Rita fia elmondta, hogy még segített is Morinnak a gépjármű hangszigetelésében, és természetesen ő sem tudott semmit arról, hogy épp egy sorozatgyilkosnak segített. Morin nem sokáig maradt szingli, ugyanis megismerkedett a 32 éves Sarah lárkal. Közöttük nyilvánvalóan nagyobb volt az összhang, ugyanis ez a nő tisztában volt azzal, hogy Morin egy gyilkos. Sőt, nem csak tudott róla, de még segítkezett is neki. 1981. decemberében megpróbálták ellopni az akkor 21 éves Keriszkát autóját, amikor az rajta kapta őket, és végül a lányt is elrabolták. Akkor Morin azt állította, hogy nem fogja bántani, de nem mondott igazat. Keri Hall testét egy San Antonioi étterem parkolójában találták meg, a rendőrök ekkor már a párnyomában voltak, és messziről követték őket. Végül a rendőrök körbevették a szállodát, ahol laktak, és betörtek a szobába, ahol megtalálták az elrabolt 23 éves Pamela jackson akit hetek óta túszként tartottak fogva. Sarah Clarkot elfogták, de Morinnak sikerült olajra lépnie, és a szálloda egyik hátsó ajtaján távozott de Morint azt sem riasztotta el, hogy a rendőrök a nyomában vannak. Szinte rögtön el is rabolt egy másik lányt, a 14 éves megi mélyföldet, akit órákon keresztül tartott fogva túszként az autójában. De a lány megtartotta a lélek jelenlétét, és ahelyett, hogy kimutatta volna félelmét, megpróbálta meggyőzni el rablóját, hogy engedje el. Bibliai idézeteket mondott, amelyek hatására csoda történt, és tényleg elengedte a lányt. Morin ezután azt tervezte, hogy busszal megy Fort Worthbe, ahol egy prédikátorral találkozik. De ez már nem jött neki össze, ugyanis mielőtt még felszállt volna a buszra, a rendőrök elfogták a pályaudvaron. Ezzel ért véget a kaméleon utáni hajsza. Morint két különálló perben ítélték el, Kerry és Jenna Bruce meggyilkolása miatt. Bűnösnek találták Kolorádóban Sheila Wallen meggyilkolásában is. Utah államnak is el kellett volna ítélni a Morint Sheryl Dennis meggyilkolásáért, de erre nem kerülhetett sor a texasi ítéletek miatt. Amiatt, hogy a San Antonioi szállodában, ahol Morin élt, számos másik hamis személyazonosságot találtak. Azt feltételezték a hatóságok, hogy több áldozata is volt, viszont elegendő bizonyíték hiányában nem tudták megalapozni a vádemelést. Stephen Morin volt a második ember Texasban ekkor, aki bűnösnek vallotta magát emberölés büntettében, ami meg is döbbentette a bíróságot. Pete Torres, a férfi védőügyvédje azt mondta, hogy idézem. Morin új keletű hite jelentősen közrejátszott abban, hogy bűnösnek vallotta magát és lemondott a fellebbezés jogáról is. Morin börtönbe került, ahol tanulmányokat folytatott, mégpedig teológia szakon. Diplomát is szerzett, a társainak bibliórákat tartott és keresztényi életet élt. Mondjuk nem vagyok nagy hívő, de azért a tanulmányai során biztos találkozott a tíz parancsolattal. Egyik utolsó látogatója az a prédikátor volt, akit elfogás előtt meg akart látogatni. A teleevangélista meg is keresztelte Morint, még mielőtt az ítéletét végrehajtották volna. Azért is lepte meg a jogi közösséget és a bíróságot az, hogy Morin bűnösnek vallotta magát emberölésben Texasban, ugyanis ott ilyen tettet halálbüntetéssel jutalmaztak. 1985. márciusában Steven Morint halálos inekcióval végezték ki a Texas állami Hatsvilli börtönben. Több mint 30 percbe telt, mire találtak egy használható vénát, ami a sok éves intravénes kábítószerfogyasztásnak volt köszönhető. Morin az utolsó szó imádkozott. Idézem. Mennyi atyám, hálát adok ezért az időért, az együtt töltött időért, a közösségedért a világodban, a keresztény családért, amelyet bemutatott nekem. Itt a tanúk nevét mondta. Engedd, hogy szent szellemed átjárjon, mert tudom, hogy szereteted rámárat. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ahogy én tudom, hogy te megbocsátottál nekem. Ahogy én is megbocsátottam nekik. Uram Jézus, rád bízom lelkemet, dicsérlek és hálát adok neked. Senkit nem sértenék meg a vallásában, még egy sorozatgyilkost sem, de azért ezek a szavak finoman szólva is képmutatóak. Stevie Morin szörnyűséges tettei azért elég sok másik sorozatgyilkosival felérnek, mégsem kapott akkora visszhangot, mint mondjuk Richard Ramirez vagy Ted Bundy. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy folyamatosan vándorolt. Soha sem maradt túl sokáig egy helyen, így a helyi médiumok figyelme is megoszlott. Az, hogy a hirtelen megtérésének mi lehetett az oka, nem tudom, de talán a 14 éves Marge Mayfield volt rá ilyen hatással. Ugyanis, ahogy mondtam, a lány bibliai idézetekkel gyűzte meg a sorozatgyilkost, hogy engedje őt szabadon. A túlélő Sarah Pizzen megírta történetét a Target of a Serial Killer, azaz egy sorozatgyilkos célpontja címmel. A kiadvány ma is elérhető. E könyv verzióban mindössze néhány dollár ért az Amazonon. Akit esetleg érdekel, megvásárolhatja és elolvashatja természetesen angol nyelven. Borzasztó belegondolni, hogy mennyi szörnyűséget követett el, hány ártatlan életet oltott ki addig, míg végre el nem kapták a kaméleont. Véleményed a szokásos módon várom komment formájában, és ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hallani, lájkold like ezt a videót, oszd meg, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna.